A mai beszélgetésnek a célja, hogy az egészségügy különböző területein tevékenykedő szolgáltatók, szakértők megosszák tapasztalataikat, szemléletmódjukat egymással. És ugyan az egészségügy egy rendkívül szerteágazó terület, bennünk mindannyiunkban mégis közös az, hogy ezt a területet a technológia segítségével igyekszünk okosabbá tenni. Az okos egészségügyi megoldásokat elsősorban a diabetológia terén, tehát a vércukormérés, vércukoron ellenőrzés területén használunk. Olyan eszközt, részben vércukormérő eszközt, részben csatolt szolgáltatást, ami azt gondolom, hogy beletartozhat ebbe az okos egészségügy fogalmi rendszerébe. Az okos egészségügy az nem ma kezdődött, hanem már több évtizedre visszanyúlnak azok a gyökerek, ahonnan építkezünk, viszont napjainkban egy olyan robbanásszerű fejlődésnek vagyunk a részei, amiben tradicionális vállalatok is részt vesznek, akár nagyvállalatok is, akár állami szervezetek, szereplők is, ugyanakkor a másik oldalon pedig nagyon sok fiatal látja azt, hogy érdemes ebben a kezdeményezésben részt venni. Hát egy csomó ember fél attól, hogy bekapcsolja a rádiót, fél megnyomni bármilyen elektromos alkalmazás gombját. Fél a hangoktól, fél a szikrázástól, sok mindentől. Az időt kell hagyni ahhoz, hogy ez átállás legyen. Azokat a pozitív példákat kell nekünk kiemelni és megvizsgálni, hogy mitől működnek jól, akár ha még csak egy szűkebb körben is működnek, és ezt a jó működést, ezt elkezdeni terjeszteni, hogy minél szélesebb kör tudja befogadni mind az okos eszközöket, mind az okos alkalmazásokat, mind az újfajta szemléletet, amiben sokkal tudatosabbak a saját egészséggondozásuk mellett. Az egészségügyi ellátórendszerben az okos megoldások, hogyha bekerülnek, akkor valamilyen finanszírozási oldalról is ezt értékelni kellene, ugyanis leveszik azokat a vizitidőket, amely a szűkös kapacitásban most a szakrendeléseknél, a mindennapos vizitekben ott vannak. Kell egy finanszírozó? Én azt mondom, hogy nem egy kell egy közfinanszírozó, amelyik megtalálja a helyét ebben, és amelyik szintén érdekel. Vannak nagyon jó példák, ezek a jó példák viszont szinte minden esetben nemzetközi perspektívával tudnak csak életképesek lenni.